Köszöntelek benneteket, sziasztok! Holnap az ország több pontján is záporokkal, illetve zivatarokkal tarkított időjárással veszi kezdetét a nyár. Vasárnap átmenetileg nyugodtabb lesz felettünk a légkör, de ez csak rövid ideig tart, ugyanis hétfőtől már ismét változékonyabbra fordul időjárásunk. Jelenleg mediterrán ciklon alakítja hazánk térségének időjárását. Látható, hogy ez főként szombaton már tőlünk északra, illetve északnyugatra fog elhelyezkedni ez a légörvény. Majd a következő időszakban már fel is tűnik a térképen az a ciklon, amely kedden, illetve hétfőn alakítja a Kárpát-medence időjárását. Az előttünk álló éjszaka folyamán még mindig több felé kell számítani esőre, záporra, illetve zivatarra. Ezek a csapadékgócok délnyugatról észak-kelet felé haladnak. Majd jelentősebb felhőzet csökkenés, illetve a záporok, zivatarok számának csökkenése is csak a hajnali óráktól várható. És az ország déli felén, illetve kétharmadán nagy részt csökken a felhőzet, kiderül az ég, viszont az északi tájakon még mindig felhősebb maradhat az ég, emellett arra felé foltokban pára, illetve köd is képződhet. A délire, illetve délnyugatira forduló szél még mindig a záporok, illetve zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lehet. Az éjszaka továbbra is enyhe lesz, általában 10 és 17 fok között alakul majd a minimum érték. Holnap napközben aztán szintén erőteljes komoly felhőképződésre kell számítani, melyekből főként az ország északi északnyugati felén fordulhat elő több helyen ismét zápor, illetve zivatar. Ezekhez felhőszakadás, illetve jégeső, esetleg erős viharos széllökések is társulhatnak. Délfelé haladva egyébként csökken a csapadék kialakulási esélye. A csúcsérték tághatárok között fog mozogni, ugyanis az északi északnyugati ország részben általában 20 és 25, míg délkelet felé haladva 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk majd a délután folyamán. Ahogy említettem, a hevesebb, intenzívebb csapadékgócokhoz erős, illetve viharos széllökések társulhatnak, de zivataroktól függetlenül is nagy területen megélénkül a délnyugatira forduló szél, és ahogy látható, a Pécs, illetve Budapest tengely mentén meg is erősödik a délnyugati szél. A következő időszakban, amint említettem a kis videó elején, vasárnap megnyugszik felettünk a légkör. Látható, hogy csapadék is csak elvétve, főként az északi tájakon fordulhat elő. Ezt követően hétfőn már egyre több felé kell számítani, esőre, záporra, illetve zivatarra, ahogy a ciklon fölénk ér. Ez a légörvény majd csak kedden este hagyja el hazánk térségét, és látható, hogy ekkor napközben már nyugat felől csökken a csapadék kialakulási esélye. Emellett néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet. Ezennel szeretném is megköszönni figyelmeteket, és hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és kövessetek minket az alábbi elérhetőségeken. Nézzetek és hallgassatok minket holnap is. Csodás szép napot, sziasztok!